Szelíd gesztenyefákat ültettek a második alkalommal megrendezett emlékfaültetés rendezvényen a Tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen emlékparkjában. A kezdeményezés részeként a szervezők szeretnének tisztelegni azon személyek emléke előtt, akik munkásságát példaértékűnek tartják a múzeumi élet szempontjából. Nagyon szeretnénk ezt az emlékparkot valóban olyan személyeknek az emlékére kialakítani, ezeket a fákat olyan személyek emlékére ültetni, akik sokat tettek a Tatabányai Múzeumért, a Skanzenért, szoros kötődésük van ehhez a helyhez. A mostani két fát Sárközi Géza volt tanácselnök, az egyik, akinek az emlékére ültetjük. Az ő személye azért nagyon fontos, mert az ő segítségével, az ő tanácselnöksége idején került az öreg 15-ös akna múzeumi kezelésbe. A múzeum, az akkor még szabadtéri bányászati múzeum nevet viselő intézmény indulásánál neki múlhatatlan érdemei voltak. Monos Rudolf pedig a 15-ös aknához és igazából rajta keresztül Tatabányai Múzeum ügyhöz kötődött nagyon szorosan, igazából a haláláig. A Tatabányai Múzeum barátok köre is aktív résztvevője a kezdeményezésnek, hiszen Tatabánya várossá nyilvánításának 75. évfordulója alkalmából szeretnének megemlékezni azokról a személyekről, akik aktív és kiemelkedő tevékenységet folytattak a településen. Azoknak az embereknek, akik Tatabányán éltek, dolgoztak, és nagyszerű emberek voltak, ne felejtsük el, ültessünk nekik egy fát, mert a fa az mindig nagyon hasznos dolog, árnyékot ad, mikor nagy meleg van, és hát például most, amit ültetünk, a szelíd gesztenye, tehát még gyümölcsöt is ad. Több embernek a javaslatára döntöttünk így, hogy legyen ez a két ember most, mert van még a tarsolyunkban még más is, de hát egyenlőre ez a két ember, ez a két nagyszerű ember, aki Tatabányába beírta a Tatabánya történetébe a nevüket.